A Bácsföldvári Vojvodina futballklub a harmadik ellenőrző mérkőzésen is túl van, és ami nyilvánvaló, hogy a csapat egyre jobban játszik, azaz javulnak az eredmények. Egyre több gól születik, és azt is meg kell jegyezni, hogy a Vósa hálója az utolsó két meccsen nem rezgett meg. Nagyon dicstelenül ért véget az első kontrollmeccs a Tisza Istvánfalvi Mladost csapatával. A vendégek 9-0-val ünnepeltek, majd a Vojvodina labdarúgói a Nádaljai Napredaktól 2-0-val voltak jobbak, míg az utolsó meccsen a törökbecsei Jedinstvo ellen 5-0-ra győztek. Amennyiben kell, hogy vereséget szenvedjünk, akkor az legyen azon az első barátságos mérkőzésen, ahogyan történt is, mert azonnal tudtuk javítani a hibákat. Mihelyt ilyen magas eredménnyel veszítettünk, az azt jelenti, hogy majdnem semmit sem csinálunk jól, ám a rendszeres edzések és a következő két meccs bebizonyította azt, hogy mégis sikerült bizonyos hibákat kijavítanunk, és hogy úgymond helyezkedünk éppen. Azon dolgozunk, hogy a játékunk egyre jobb és jobb legyen, és aminek külön örülök, az, hogy az utóbbi két mérkőzésen egyetlen gólt sem kaptunk. Ezen is dolgoznunk kell még, hogy kemény legyen a védekezésünk, a támadás pedig majd elvégzi a dolgát. Ami a Jedinstvót illeti, ez volt az első kontrollmeccs, amit a téli szünetben játszottak. A Vojvodina egy kitűnő csapat és nagyon jó ellenfél. Úgy gondolom, hogy az első félidő eredménye reálisabb, ahol mi abban az összetételben játszottunk, amely majd a bajnokságon is játszani fog. Miután a második félidőben lecseréltem a játékosokat az ifjúsági szektorból és a fiatalabbakkal, azonnal látszott a különbség. A téli átigazolási időszakban nagy volt az érdeklődés a Vojvodina iránt, így sok játékos érkezett, köztük a visszatérő Erdélyán is, aki már 5 gólt szerzett. Míg a bácsföldvári csapatból több labdarúgó távozott, köztük a több éves csapatkapitány Miodrák Belengics is, aki tavasszal a csurogi hajdók színeit védi majd. Emlékeztetünk arra, hogy a Vósa színeiben összesen több mint 200 hivatalos meccsen lépett pályára, és több mint 60 gólt szerzett. Elégedett vagyok az érkezett játékosokkal, sok játékos azonban elhagyott bennünket. Így a múlt héten a csapatkapitány Miodrák Belengics is úgy döntött, hogy elhagy bennünket. Ez számunkra meglepő volt, de mi továbbra is törekedni fogunk. És bízom benne, hogy a jelenlegi játékos káder képes lesz megbirkózni a feladattal, azaz, hogy ez a csapat végig tudja majd vinni ezt a bajnokságot. Ami a Jedinstvóból érkezőket és távozókat illeti, Milos Csirics, Nikola Eremics és Zoran Obradovics elhagyta a klubot, míg Uros Stankovics, Nenad Pecárszki és Marko Lukics csatlakozott a csapathoz. A Vojvodina után a törökbecsei csapatra még két kontrollmeccs vár, a Bozitópusztai Bóráccal és a Basahídi Vojvodinával, míg a Nagybecskereki Területi Futballliga 16. fordulóját március 3-ára írták ki. Ez volt az első kontrollmeccsünk, amit vegyes összetételben játszottunk, még vizsgáljuk, hogy ki fog szerepelni az első összetételben. Ma minden fiatalabb játékos a pályán volt, így mindannyian kaptak esélyt. Úgy gondolom, hogy a következő két meccset már olyan összetételben fogjuk játszani, amely majd a kezdő mérkőzésen is játszani fog. Ezáltal már elkezdjük a bajnokságra való felkészülést. Ami magát a bajnokságot illeti, mi kellő számú pontot gyűjtöttünk, a tabella 5. helyén állunk. Az ambíciónk pedig az, hogy idén, mivel én most első alkalommal vezetem a szenior csapatot, és a ligát még nem ismerem túl jól, megismerkedjek az ellenfelekkel, és felállítsuk a csapatot a következő szezonra, amikorra az a terv, hogy a klub fennállásának 100. évfordulójára a Jedinstvo visszatérhessen a vajdasági rangversenybe. A Vojvodina a 7. helyen zárta a szezon első részét, és az ambíciók a legjobb 5-be kerülés, emeli ki Dabizsgyevics, de a felkészülés folytatásában is még két meccs vár rájuk, a Béla Majori Szolunac, illetve a Temerini Szlogát csapata ellen.
Mi továbbra is kitartunk az ambícióink mellett, nevezetesen, hogy magas helyen végezzünk, hogy arra törekedjünk, hogy az első öt között legyünk, de ha sikerül, akkor az első háromban. Ennek a fél szezonnak a végén biztos, hogy nehéz lesz. Sok ellenfélnek vagyunk szálka a szemében, ugyanis több olyan csapattól pontot szereztünk, akik azt gondolták, hogy legyőznek bennünket. Viszont úgy gondolom, hogy rendszeres munkával és edzéssel semmitől sem kell tartanunk. Jelenleg vannak kisebb problémáink, játékos sérülések és vírusos megbetegedések, úgyhogy egyetlen meccsen sem tudtam számítani minden játékosra. De remélem, hogy már a következő mérkőzéstől visszatér mindenki, és teljes összetételben fogjuk lejátszani azt a meccset. Az első bajnoki mérkőzést Bácsföldváron március 10-én 14 óra 30 perces kezdettel játsszák, amikor is a Vojvodina a Turjai Mladost csapatát fogadja.